és amit most megoldunk, a hét vitája. Hölgyeim és uraim, érkezik Dajs Tamás és Havas Henrik. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. A beszélgetésünk apropója tulajdonképpen az, hogy elkezdtél twitterezni. Jól mondom, mert valaki twittelésnek mondja. Mind a kettő szerintem mind a kettő helyes. Szóval elkezdtél twitterezni, és hát sorolhatnám, hogy kik berúgtál bele az utóbbi időben. Nyilván Havas Henrik is tudomást szerzett erről, de a beszélgetésünk elsődleges apropója az Stól András lesz. Stól Andrással kapcsolatban mi a véleményetek? Te eléggé hevesen léptél fel Schwabi Andrással kapcsolatban, aki megvédte Stól Andrást, te pedig tudomásom szerint úgy ítéled meg, hogy annak ellenére, hogy valóban bűnt követett el, ez az ítélet túlzó. Hát pontosítanék, a Stól sem nem barátom, sem különösebben nem szimpatizálok vele, remek színésznek tartom, de miatta nem jöttem volna el, hogy ott védjem. Az András miatt jöttem el, mert a barátom fia és a kezdetektől pártyolgattam nálam kezdve gyakornokként, és nagyon örültem a sikereinek. És mivel hát az András közel áll hozzám, és nem értek egyet a Tamás megállapításaival, én azért vagyok itt. Tehát a Stól ügyel kapcsolatban megvan a magam véleménye, de én alapvetően az András miatt vagyok itt. Jó, ez akkor a beszélgetés apropója, ezt tisztáztuk, mindannyian tegeződni fogunk, is ismerjük egymást régóta, ti is tegeződni fogtok? Ti is ismeritek hát, egymást, ugye? Csak egy 20-valány éve. Stól András vagy Schwabi András bosszantott fel téged ennyire? Schwabi András. Stól Andrást ismerem, annak idején 1985-ben együtt voltunk katonák. De egyébként egyetértesz az ítélettel? Én azt gondolom, hogy az ítélet az egy alapos jogi mérlegelés után egy olyan ítélet, ami az elkövetett hát bűncselekménnyel, az elkövetett magatartással arányos. Lesz egy másodfokú tárgyalás, hiszen Stól András, mint érintett az ítélet ellen fellebbezett, a másodfokú bíróság meg fogja hozni a jogerős ítéletét. Ezzel kapcsolatban van vita, súlyos az ítélet, nem súlyos az ítélet, ebben nem szerettem volna megnyilatkozni. Az azonban valóban felbosszantott, hogy Schwabi András azt nyilatkozta, hogy milyen szörnyű Stól Andrásnak az élete, mert hogyha börtönbe kell vonulni, akkor fel fog borulni szegénynek az ő élete. És én azt gondoltam, hogy ez egy súlyos aránytévesztés, mert talán onnan kellett volna még egy Stól Andrást védő, Stól Andráshoz jó személyes viszonnyal, vagy hozzáfűződő pozitív személyes viszonnyal rendelkező embernek megnyilatkozni, hogy hát az, amit csinált Stól András, az nagyon sok más embernek az életét borította föl. Hát egyszerűen szerintem elfogadhatatlan aránytévesztés, hogy most Stól esetleges letöltendő börtönbüntetés miatti személyes életfelborulás kapcsán hullhatjunk krokodilkönnyeket, amikor a bíróság ítéletből is kiderült, hogy valaki abszolút ártatlanul, vétlenül maradandó egészségkárosodás szenvedett el azért, mert valaki hibát követett el, és ezért a jog előtt is felelősséget kell vállalni. Azt tudod egyébként, hogy Schwabi András erre mit reagált? Erre a bejegyzésedre? Nem tudom, nem olvastam semmit sem. Azt mondta, hogy összeszorul a gyomra. De bocsánat, Schwabi András, hogy Schwabi András, igen. De olvastam, természetesen elnézést. Annyi András van a rendszerben, hogy hirtelen Stól Andrásra gondoltam. És most is szó szerint akarom idézni, igen, összeszorul a gyomra, hogyha arra gondolott a gyermekei halálával például osztál. Igen, először azért egy mondatban hadd mondjam, hogy mit írtam le. Tehát én azt mondtam, hogy azért az költői túlzás, kedves András, hogy te itt most krokodilkönnyeket hullajtsz Stól András életének az összeomlása kapcsán azért, mert nyilvánvalóan senki által nem vitatott módon egy bűncselekményt követett el, ezért a bűncselekményért neki felelősséget kell vállalnia. A Független Magyar Bíróság őt letöltendő szabadságvesztésre ítélte. Egy árva szabad nincsen az áldozatról, a véten áldozatról, az ő életének a megváltozásáról, az általa elszenvedett tragédiáról. Mi lett volna akkor, tettem fel a kérdést, hogyha a sors valami egészen eszelős, borzalmas tragédiája keretében, mondjuk akkor ott hajnalban Stól András egy olyan balesetet okoz, amiben Schwabi Andrásnak egy hozzátartozója, mondjuk a gyermeke az életét veszti. Mert hogy ott abban a balesetben mi történt,
csupán, ezt most dupla idézővel mondom, valaki csak maradandó egészségkárosodást szenvedett, vagy egy vagy több ember meghalt volna, ez nem Stoll Andráson múlott. Sem az, hogy mi lett a következménye, sem az, hogy kiket ért Stoll miatt ez a tragédia. Beszéltem az Andrással, onnan kezdeném, hogy miatt ide bejöttünk volna a stúdióba, Tamásnak szóltak, hogy vannak fotóriporterek és újságírók, és nevetve azt mondta Tamás, hogy úgyis azt írnak, amit akarnak. Ugye ezt mondta. Svábi autóvezetés közben vette fel a telefonját, akkor kérdezték, és egy ilyen telefoninterjú közben, amit nyilván nem is rögzítenek, hanem csak úgy, az, és bulvár újságban jelent meg, egészen más, mint amikor megfontoltan, végig gondolva, plusz ellenőrizve, hogy mit írnak meg, jelenik meg valami. Tehát az András nekem azt mondta, hogy igen, pongyolán fogalmazták meg az ő gondolatait, és túl direkt módon írták meg, ezzel együtt a lényegét fenntartja. Én a következőt tudom mondani. Én a Stoll típusával egyáltalán nem tudok megbarátkozni. Én elmentem megnézni az Úrimuriban, nem tudom, te láttad de a Nemzetiben, zseniálisan játszotta az Úrimurit. Elolvastam egy néhány évvel ezelőtt egy nagy interjút, amit a Nyuszis magazinnak készített András a barátjával, a Stollal. A dolog azzal kezdődik, hogy már harmadszor találkozunk, mert első alkalommal nálam voltunk, mondja a Svábi az interjúban, de úgy berúgtunk, hogy be se kapcsoltam a diktafont. Másodszor egy kis vendéglőben találkoztunk, akkor hajnalig ittunk, és akkor se készült el az interjú, most már csináljuk végre meg. Mondja a Svábi, hogy te egy gentry típust képviselsz, és valóban, és ez a kulcs. És a Tamás itt lehetne egy kicsit megértőbb, hogy azt a figurát, amit az Uriburiban játszott, Csörgő Csulit, ilyen a Stoll. A másik része, hogy a Stollnak ebben az interjúban még volt egy rendkívül érdekes megjegyzése, hogy az ellenszenves gentroid vonások kétségkívül megvannak bennem, de sajnos a gentry típusban felelhető nemesség, az meg nem. Tehát gyakorlatilag ő tisztában van azzal, hogy én egy bunkó vagyok. Na most még egy dolgot hozzá kell tenni, amit a Tamás nem tudhat. Van a baj. A Tamás még egy dolgot nem tudhat, és a közvélemény ezt nagyon ellentmondásosan ítéli meg. 9 szerepet játszik jelenleg a Nemzetiben a Stoll, emellett tudjuk, hogy sorozatokban szerepel, szinkronizált, tehát stb. Aki már volt színészbüfében, azt tudja, hogy előadás után kiesnek, és muszáj inni, nyilván nem mindenki iszik, de muszáj inni, mert akkor a leterheltség, akkor a szellem és fizikai igénybevétel, hogy isznak. Az egy másik kérdés, hogyha valaki 6000 forintot sajnál a pót sofőrre, meg körülbelül ennyiért vitték volna. Igen, igen, az piti. Na most én azt gondolom, hogy az András, amikor azt mondta, hogy mindenben támogatom a Stoll családját, és személy szerint Stollt is, akkor egy baráttól ez elvárható. És nem lehet egy ilyenfajta nyilatkozatban kitérni az áldozatokra, mert azokat minden normális ember sajnálja, pusztán ezért megszólalni szerintem felesleges. Nekem az a véleményem, amit nagyon sok kommentelőnek, hogy keresett a Tamás egy olyan témát, amivel fel tudja hívni magára a figyelmet. Egy Gyurcsányt lealázni szerintem az napi rutin. Őszintén szólva, nem egy nagy durranás, de magyarán keresett Tamás magának egy témát, amivel felhívhatja magára a figyelmet, de nem kellett volna, mert amit kapsz a kommentelőktől, azt én nem tenném zsebre. Ez körülbelül olyan... De ez most számít? Ez én nem akarok megsérteni, de amikor te elindítottad ezt a Svábi témát és Stoll témát, akkor körülbelül akkora esélyed volt a sikere, mintha én indítanék egy mozgalmat, hogy legyünk szerények. Tehát körülbelül ez a véleményem nagyon volt. De nem. Én is olvastam a kommenteket. A Svábi Stoll ügyben nem rúgott ön volt. Tehát ott a kommentelők 60%-a inkább mellette amit ő van. Személy szerint kap. Arról beszélek. De a véleményével... Ez Henry, tehát... Nem kellett volna nem, Tamás. Most ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet, amikor az embernek önmagát kell dicsérni, bár ahogy klasszikusok szokták mondani, magunk dicséretét másra ne bízzuk, mert a végén elmarad. Egy szó mint száz. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben aznap
Van egy olyan magyarországi portál, nem mondhatom a nevét, amelyik aznap összeállítja annak a 10 twitterelésnek, tweet bejegyzésnek a listáját, amelyik a legtöbb véleményt váltotta ki. Ez aznap, azt hiszem, a rangsorban a 6. vagy a 7. volt. Nagyon sokan nyilvánítottak véleményt, ahogy bulvárlapok és nem bulvárlapok által, hogy mondjam, lefolytatott szavazásokon az emberek 60-70%-a egyetértett a bíróság ítéletével, ugyanígy 60-70%-ban az én véleményemmel is egyetértettek, bár ez nem fokmérő, mert azért, mert valakit 60-70%-ban támogatnak, az nincs az ő zsebében az igazak köve. De nekem két problémám van továbbra is a történésekkel kapcsolatban, és azzal, amit te elmondtál. Az első problémám az, hogy nevezzük nevén azt, ami a nyilvánosság előtt zajlik, az elsőfokú ítélet nyilvánosságra kerülése óta. Azóta szervezetten vagy nem szervezetten, spontán emberi érzésektől vezettetve, vagy éppenséggel körtelefonok hatására, de egy Stól Andrást mentő akció indult el. Sok ember, színész és nem színész, tévészemélyiség és nem tévészemélyiség a nyilvánosságon keresztül akar nyomást gyakorolni, majd a másodfokú ítéletet meghozó. Megkérdezték őket, és elmondják a véleményt. Sokakat nem kérdeztek meg, és elmondták a véleményüket, de még egyszer mondom, ezzel még önmagában nincsen baj, csak azzal van baj, hogy becsapják szerintem az embereket. Mert ha valaki azt mondaná, hogy kérem szépen, én ezt az ítéletet túlzásnak tartom, és nagyon bízom abban, hogy a másodfokú bíróság mérlegelni fogja ezt, meg ezt, meg ezt, akkor ez a megnyilatkozás arról szól, ami. Amikor arról beszél valaki, hogy szegény, súlyos közlekedési bűncselekményt elkövetőnek esetleg összeomlik az élete, mert börtönbe kell vonulnia, mert ilyen nehéz helyzetben van, mert olyan nehéz helyzetben van, a cél ugyanaz, a bíró is emberből van, O.J. Simpson ügyétől kezdve a világban nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy a média erejét hogyan lehet jogi döntést hozó emberek gondolkodásának a befolyásolására is használni. Szerintem itt erről van szó, és visszaélnek a nyilvánosság adta lehetőségükkel emberek. A második, az de pedig... De maradjunk egy picit ennél, jó? Parancsolj. Jó, kezdjük ott. Börtön kapott. Szerinted ilyen motiváció a megszólások mögött? Biztos. Biztos, hogy érzelmileg lehet. Nem lehet függetleníteni, hogyha valaki szereti Stól Andrást és a kollégája, nyilván akkor érzelmi alapon közelíti. Igazad van, csak szerintem mondjuk ezt. Stól András a barátunk. Hát nagyon komolyat hibázott. Ezt mondta Bodrogi Gyula is. Remek színész, kolléga, remélem, hogy felfüggesztik, de hadd mondjam el a lényegét. A következő, ugye van a fegyház, az a legszigorabb fokozat, ugye? Börtön, fogház. A gondatlanokat általában fogházba helyezik el, ahol nincsenek kitéve terrornak, ahol a higiéniás körülmények, a kapcsolattartás könnyebb. Én azt gondolom, hogy ha valaki, ugye mi jogot végeztünk, tehát ezt tudjuk. Az emberek, meg a svábi, ugye te azt mondtad, hogy összeomlik az élete. Hát svábi mondta. Igaz, svábi mondta, igen, csak igen, te hivatkoztál rá. Figyelj, miért kapott több börtönt például? Most nem néztem utána, hogy azt hiszem, hogy a 48. szakasz foglalkozik ezzel a törvénykönyvben. Azt mondja, hogy a bíró a fokozat megállapításánál a személyiségből kiindulva dönthet szigorúbb és enyhébb fokozat között. A közlekedési bűncselekményeket elkövetőket általában fogházban helyezik el. Ha így fogalmazták volna meg a kérdést, hogy egy ilyen színészt, amely ugyan borzasztó dolgot követett el, de mégis a börtön egy súlyos dolog, tehát súlyos bűncselekményeket elkövető gyilkosok, rablók közé teszik, akkor én azt mondom, hogy ez a felvetés igen életszerű. A gond ott kezdődik, hogy ő nem gondatlan, hiszen az alkoholos befolyástól a drogot nem számították be, mert ebben most nem menjünk bele. Tehát ő azért nem gondatlan idézőjelben, mert hogy alkoholos állapotban követte el a közlekedési bűncselekményt, ezért a szándékosnak minősítik. Viszont a bírónak joga lett volna egy alacsonyabb fokozatot megítélni az elítélt személyiségére és életvitelére tekintettel. Csak hogy aki nem ismeri a jogot, az nem tud erre hivatkozni. De most, hogy én ezt mondom neked, nem adsz igazat abban nekem,
hogy megérdemelné, hogy ne börtönbe kelljen letöltenie, hanem mondjuk fogházban? Nem adok igazat neked. Miért? A bírói mérlegelésnek a tárgya, setesején nem ismerjük azt a több száz oldalnyi vádiratot, szakértők által elkészített véleményt, ami szerinted alapján a bírói... Szerinted mi a szabadságvesztés racionális maga? A megtorlás, vagy pedig az, hogy vagy pedig a javító szándék? Te a megtorlás. Te a megtorlás álláspontján állsz. Én pedig nem. Nem, én nem állok de, a megtorlás. Én nem állok a... Szenvedjen! Ezután is mindig fel foglak hívni, és megkérdezem, hogy mit gondolok. De mivel most itt vagyok, ezért elmondom, hogy mit gondolok. Jó, nem a megtorlás. Hát, úgyis, csak nem a megtorlás, nem a megtorlás álláspontján állok. Én azt gondolom, hogy abból az erkölcsi megfontolásból indul ki önmagában a büntető jogszolgáltatás, azaz a büntető jogalkalmazás, hogy valakinek nem csak szavakban, nem tettekben is az általa elkövetett hibákért felelősséget kell vállalnia, a következményeket vállalnia kell. A demagóg véleményekkel az a baj, hogy van igazságtartalma, de az emberek érzelmeire akar hatni. Szerintem ez egy demagóg szöveg volt, mert még egyszer mondom. A barátja mellett állt ki, nem mentette fel a felelősség alól, és még egy tudomás venni. Azt mondtam, hogy rossz bíró hozott rossz döntést, azt is mondom, hogy Pocsék ügyvédjei voltak. Pali bácsi 77 éves, amiben az a fantasztikus, hogy más 77 évesen lógatja a lábát, ő viszont egy olyan ember, aki dolgozik a kertjében, és éppen a Lehel piacra tartott, amikor ez a részeg bunkó nekiment az autójával. Ez eddig teljesen rendben van. Csak azt az egyet mondja meg nekem valaki, hogy két ügyvédje volt, a másodikat, az elsőt leváltotta a császár előtt korábbi ügyvédjére, hogy ahelyett oda azt mondták volna Pali bácsinak, hogy Pali bácsi, tiszteljük, hogy 77 évesen dolgozik, 15%-kal csökkent egyébként csak a munkaképessége, az is nagyon sok és szörnyű, de 15%-kal. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy emberi roncsról van szó. És Pali bácsi, fizetünk egy nagy összegű életjáradékot, vagy egy nagy összegben megváltjuk azt, ami kiesik ugye a munkája által nem tud megteremteni ennyi értéket, amit piacra visz, ezt kifizetjük. Ehelyett mi történt? A két ügyvédnek eszeágában nem jutott ez a megoldás, vagy lehet, hogy igencsak nem sikerült, helyett az volt, hogy a bíróságon elmentek egymás mellett, ami szörnyű. Még valamit szeretnék mondani, 2 év, 4 hónap. Az alatt a Stoll nem fog keresni. 3 gyereke van. A Schwabi azt ígérte, mert megteheti, hogy anyagilag is támogatja a nagyon családot. Tiszteletre méltó. Nagyon tiszteletre méltó. De várjunk egy pillanatra még, de ha a Stoll András 2 év, 4 hónapig nem dolgozik, az azt jelenti, hogy nincs bevétele, és Pali bácsinak és a sérülteknek sem tud reparációt nyújtani anyagi értelemben. Ismerem a te véleményedet, a világot egy nagy összeesküvés mozgatja, mindenkinek mindennel kapcsolatban hátsó szándékai vannak, te így éld az életedet, én meg úgy élem az életemet, hogy szerintem a világ az nem egy nagy összeesküvés, néha az emberek valamit azért csinálnak. A világot nem ismerem, de titeket, politikusokat nagyon jól. Ez a te pekkel. Mi a különbség? Köszönöm szépen. Mi a különbség a között, hogy Dajs Tamás miniblogot ír egy közösségi portálon, és te pedig videoblogot közölsz? Nekem ez a dolgom, ő meg egy amatőr. Ennyi. Hát, de milyen céllal teszitek mindezt? Én ezt készséggel elfogadom. Lehet, hogy én, mint újságíró, amatőr vagyok, de hogy Harry, mint politikus, amatőrebb volt, az egészen biztos, hiszen neki ezt én nem is vitatom, figyelj, én nem tudnék 20 évig ülni a parlamentben a seggemben, mint te. Tehát az állóképességgel. Hát én ezt pillanatig nem vitatom. Tehát én nem lennék egy jó politikus. Nem is voltál jó politikus, nem lennél jó politikus az adján, nem voltál jó politikus, megpróbáltad. Tamás, miért kezdtél el twitterezni? Mert megtetszett. Bocsánat, azért, mert hátsó szándékaim vannak, jaj, elfelejtettem. De ezekben a mini blogokban... Miért nem kérdezed meg, hogy miért lett az MTK klub elnöke? Nem érdekel a foci. Nem, hát ott is arról szól a történet, hogy fényezze magát. De teljesen egyértelmű, hogy minden politikusnál ez egy alapvető dolog, csak... bele döglenének, hogy bevallják. Az az igazság, hogy érdekesek Havas Henriktől ezek az önvallomásszerű megnyilatkozások, hogy valóban azért nyilatkozik meg mindenben, ami ez ért, az kevés, ami ez nem ért, az nagyon sok, mert fényezni akarja magát mások, nem ezért. Azért lettem az MTK elnöke, mert MTK drukker vagyok, és azért, mert erre felkértek. És ez egy fantasztikus lehetőség, hogy a szeretett klubomért tehessek. Brüsszelből. Jó, de nyilvánvaló felkérték, és igen mondom. Brüsszelben de... hétfőtől csütörtökig MTK ügyeket intéz. Na, hagyjuk már, te mesélted. Európai ügyeket intézek. Inkább a hungárok ott már kiestek. Ezekben a mini blogokban különböző emberekbe belerúgtál.
Az, hogy Gyurcsányba... Kritikus véleményt fogalmaztam meg. Igen, de belerúgtam, hát, ez is helyes. Nem, Gyurcsányba például nagyon, tehát Gyurcsányt konkrétan... Ekésztem Gyurcsányt, tanultam már ostoroztad. Igen. De miért? Tehát nyilvánvaló a megítélése. Ez a véleményem. Ez a véleményem, hogy azért mindennek van határa. Tehát az, amit csinált az országgal, azt még megfejeli azzal. Mert igazából az utolsó csepp a pohárban nálam ebben a műfajban az volt, hogy képes a hivatalban lévő magyar köztársasági elnök személyét illetően olyan benyálozó, aljas, és most akkor nem szeretnék több ilyen jelzőt mondani, bár szívem szerint mondanék, blogbejegyzést megengedni, vagy egész pontosan ez egy Facebook bejegyzés volt, amit Gyurcsány Schmidt Pállal kapcsolatban megengedett, ennek kapcsán jutott eszembe az, aminek hangot adtam, hogy igenis, minden jó érzésű ember az ilyen típusú bejegyzés kapcsán, egy ilyen típusú írás kapcsán, egy ilyen ember részéről elkövetett ilyen írás kapcsán azt gondolja, akár szereti az MSZP-t, akár nem, akár szereti a Fideszt, akár nem, hogy Gyurcsány bizony elmehet a pi. És nem fejezem be, mert ez nem egy olyan műfaj, ahol ezt a mondatot illendő lenne a részemről befejezni. De hogy a véleményemet fenntartom, az biztos. Meg akarod védeni? Gyurcsány. Hát a Gyurcsány, ér. Egyébként én azt gondolom, hogy a trágárságnak is megvannak a maga funkciói. Hát önmagában a trágárságot én egyáltalán nem ítélem el, egyáltalán nem. Petőfi a k***ba küldt el a... Mit nem beszél ez a német? Igen, tehát ezzel önmagában nekem nincs bajom, a Gyurcsány megítélés. A kettőnként nem áll túlságosan távol egymástól, hogy mennyire volt káros ennek az országnak, én is így gondolom. De azt hiszem, hogy az a stílus, amit te itt előadtál, nem elfogadható igazán még a közösségi hálókon sem. Ugyanis tetszik, nem tetszik, a Dajcs Tamás, nem, de a Dajcs, persze, hát. Figyelj, ha ezt magánemberként egy esti borozás közben mondod, rendben van. Tehát te mégis Európa parlamenti képviselő vagy, mégiscsak egy prominens politikai személyiség vagy Magyarországon, ne gettizzél te. Én azt gondolom, hogy a Twitter, a közösségi portálok egy olyan közlési forma, aminek van, hogy ott egyenragú partner lehessen az ember, ha krampácsoló, ha politikus, ha iskolaigazgató, vagy éppenséggel televíziós műsorvezető, hogy őszinte. Nem játssza meg magát. Én akkor ezt gondoltam. Ezért mondtam el ezt. Szerintem meg ez egy nagy f***ság. Nem jó, értek egyet veled, baze. A saját taktársaidat is ostoroztad ugyanezen a portálon. Úgy látszik, a legjobb fideszes barátaim körében is tombol a járványos meghűlés. Most kéne egy pillanatra megállni, megnyugodni. Így van. Ezt a sorkatonai szolgálattal kapcsolatban mondtad? Újra be lesz vezetve a kötelező sorkatonai szolgálat? Én kizárnak tartom, és hogyha ez egy komoly elképzelés lenne, akkor én leszek az első, aki ez ellen szót fogok emelni. Én azt szeretném, hogy Magyarországon ne legyen továbbra sem kötelező sorkatonai szolgálat. És te mit szeretnél? Én támogatnám. Örülök, hogy nem te vagy Magyarország miniszterelnöke, mert vonulhatnánk mindannyian katonának. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, további sok sikert nektek. Most egy kiváló megasztáros énekel, Csonka Andreas. Remélem, legközelebb jövő héten vasárnap este találkoztatnak itt a TV2-n. Viszontlátok mindig.